Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy karácsony alkalmából lesz egy ilyen kis vlogmas sorozat is, viszont én nem naponta fogok pár perces videókat kitenni, hanem úgy döntöttem, hogy összegyűjtök pár ilyen kis karácsonyiasabb eseményt a napjaimból, és akkor ebből fog készíteni egy kicsit nagyobb videót. Szóval kezdjük is most a legelső ilyen kis momentummal, megint jártam a Pepco-ban, és hát pár apróságot szintén vettem ilyen kiegészítőnek, tehát egy mini Pepco hollal kezdeném ezt a epizódot. Erről a kis szatyorról is van itten szó. Látok, ez nem olyan nagy, ez egy normál bevásárló szatyor. Mégis szerintem nagyon klassz dolgokat sikerült szereznem, szóval ezeket most meg is mutatom nektek. Szintén úgy, ahogy az előző videóban megmondom ugye a származási helyét, egyébként minden Pepco, és az árát is. Szóval az első, a mostani holban, ez a nagyon aranyos kis karácsonyfa díszgömb, ami egészen pontosan 750 forintba kerül, és én ezt az ezüstfehér verziót választottam, mivel ugye említettem az előző videóban, hogy az idei karácsony témája az a piros, illetve színei a piros és az ezüst lesz, viszont ebbe ezek a fehér gömbök szerintem nagyon kis kellemesen tudják ezüst berakással ellensúlyozni ezt a sok ezüstöt és pirosat, szóval ezt már imádom. Mindenre fogom mondani, hogy imádom, mert azért vettem meg, hogy imádjam. A következő, ezek a masnik, ezekből a múltkori holban mutattam egy-egy kisebb verziót, azok most ott az ágyra vannak, nem tudom, látszik ilyen távolságból, felrakoskató ilyen kis pontokként látjátok őket. Na, ennek olyan sorsot szánok, hogy ez karácsonyfára megy, de mivel látjátok, hogy ennek arany a közepe, ez a kis fém rajta arany, ugye? Úgy döntöttem, hogy ez levehető, ez csak így rá van csavarva egy mozdulattal, valószínűleg most ugye piros és ezüst a karácsonyunk témája, ezért ezt egy szalaggal ki fogom cserélni, és ezüst szalag lesz rajta. Ez 230 forint volt, és van rajta 5 darab szép masni. És hogyha már így kezditek sejteni, hogy miféle ember vagyok, masniból soha nem elég, szóval a következő, ez a másik piros masni fajta. Ennek nincsen a közepén szalag, hanem ugye ilyen teljesen piros a kis átkötője is, viszont hátul arany, de szerintem ez tökre nem számít, hogy milyen hátul, ma úgyse látszik. 3 masni és 360 forint volt, és gyönyörű szép. Nem ért véget. Még mindig nem ért véget a masni. Ezek ilyen nagyon szép, hát gyakorlatilag natur színen, natur bézs színen lévő kis pirossal díszített masnik, szerintem gyönyörű szépek, a közepe ugye egy kis pirossal van összefogatva, ami most nagyon fog illeni a karácsonyunkhoz, 360 forint volt, és csodálatosak. A következő dolog, egy szerintem ez egy italtartó, vagy hát ilyen ajándék italt lehet belerakni, direkt nem lehet szétszedni, hogy ne hagyja el a tetejét. Viszont én ebben nem hiszem, hogy rakok bármit is, mert nem annyira karácsonyias, hogy én ezt így, ahogy van, kiteszem dísznek. Annyira megtetszett tulajdonképpen. 360 forint volt, szóval teljesen baráti ára is volt. A következő dolog egy ilyen kis rénszarvas, amit pukifóliába csomagoltak nekem, hogy ne menjen szegényke tönkre a hazaútig. Ez egy ilyen sejemfény szarvas, hogyha látjátok, lehet, hogy most pont olyan a fényviszony, hogy nem fogjátok annyira jól látni, próbálom takarni valahonnan a fényt, igen, így egy kicsit látszik. Nagyon aranyos szerintem, nagyon kis egyszerű és stílusos, nagyon karácsonyi, még a körmömhez is megy, és 750 forint volt, szuper cuki, és szerintem minden évben kirakható pont a kis semleges színe miatt. És hát szarvasból is szintén soha nem elég, és majd ezt is megtapasztaljátok, mert ahányfajta szarvas látok, én a Pepco-ba meg fogom venni. Így szépen fokozatosan mindig, ha valahol be tudom illeszteni a dekorációba, akkor egyet-egyet azért én összegyűjtök. 750 forint volt, szerintem szuper cuki. A szívot középen arany, de egyáltalán nem bánom, tehát nem véletlen, mert ez nem olyan rikító arany, és nagyon tetszik, ez szerintem még ebbe a ezüstös-piros dekorációba is bele fog illeni. És most úgy döntöttem, hogy veszek még egy ilyen kis villogót. Ezt mindjárt szereztem is egyből két elemet a szekrényből, és ki is bontom, és össze is rakom. Ennek elvileg hideg fénye van, és 600 forint volt, és egy kis formái azok így festenek. Ilyen nagyon helyes kis, hát hópehely és virág között lévő cuccok. Nagyon aranyosak, és most gyorsan ki is próbáljuk, hogy milyen színű, mert engem érdekel. És akkor már gondoltam, megmutatom nektek is. Tadám! Így fest ez a hideg fénye. Szerintem ez pont ideális hideg fény. Nem az a otromba tolakodó, de nem is az a láthatatlan. Szerintem egyszerűen tökéletes. Imádom!
Szóval ma itt hirtelen ennyi volt, de majd így fokozatosan, hogyha van valami klassz esemény, akkor arról csinálok mindig egy kis videófelvételt, és ti ezt így egybe fogjátok látni. Szóval, hamarosan találkozunk. Arra gondoltam még, hogy gyorsan megmutatom nektek így az ágyam számláját, hogy hogyan díszítettem fel. Látjátok, eléggé sok minden keveredik itt, de mindjárt elmondom, hogy egészen pontosan micsoda. Szóval van egy ilyen hosszú rózsaszín, egészen pontosan pink szál, ami végigfut rajta. Ez csak ezt este szoktam bekapcsolni, illetve itt van középen most ez a hidegfényű kis sor, amit most mutattam nektek. Ezt ide raktam végül, és van itt külön kis üveggömb. Vagy nem is tudom, gyémántgömb formában, viszont ez melegfényű. Mindjárt megmutatom nektek, így. Hát szerintem nem olyan gáz, hogy keveredik, legalábbis engem ez így soha nem zavart. Viszont az a helyzet, hogy annyira gyenge a fénye annak a melegfénynek, hogy most nem tudom, hogy az elemmel van gond, vagy ez ilyen, na mindegy. Ide került egy ilyen piros-fehér részárvasocska, és akkor ide kerültek az ezüstmasnik, és ezek így díszítik tulajdonképpen a közepét, a kis pirosak pedig így mindenfelé elszórva megtalálhatóak. Látjátok? Nagyon aranyosak. Na és erről beszéltem, hogy ez szörnyű, hogy ez a elemtartó átlátszik, mert olyan csúnya az elem benne, de ha fehér lenne, akkor legalább nem látnánk már, mintha a dobozka lenne fehér. És igen, a falon festése soha nem fejeződött be, mert ez itt eredetileg pink volt, de csak egy réteg disperzitet tettem rá, és látjátok, egy kicsit ilyen folytos még, és ezen az oldalon nagyjából megcsináltam, de ennél a fénynél látszik, hogy foltos, mert úgy volt, hogy ezzel csak lefedem, és más színű lesz a fal, de végül fehér maradt, ilyen kopott fehér. Szóval ezen majd még lehet, hogy ünnepek előtt, vagy valamikor télen az uncsi szezonba átmegyek egyszer fehérrel, és akkor legalább egy színű lesz. Na hát hatalmas munkálatok mennek itten, mint említettem, ezeket az arany közepű masnikat én át fogom alakítani. Veszem belőlük ezt a drótot, és egy ilyen masni fog létrejönni, hogy a piros ezüst karácsonyomhoz menjen, és hát ezt el is kezdtem már. Úgy néz ki, hogy ez, amit mutattam az egyik hol videóban, a karácsonyosban, az előzőbe, ebből vágtam le megfelelő méretű darabokat, ugye ez itt több, kiveszem egyszerűen ezt a kis darab fémet, gyakorlatilag letekerem róla, mert nincsen rátűzve erősebben, és egy nagyon szép kis mozdulattal hátul megcsomózom, és tadám, létre is jönnek a masnik, szerintem annyira gyönyörűek.